Ebben a videóban a belső tereink levegő minőségének javításáról lesz szó, annak egyik lehetséges módjáról. Egy korábbi videóban már bemutatásra került egy olyan műszer, amivel lehet mérni a levegőben lévő szennyeződéseket, azoknak a kisebb és a nagyobb összetevőit, és meg lehet nézni, hogy hány, konkrétan hány darab gombaspóra, pollen, poratka, por, szemcse van a levegőben, tehát mennyi a lebegő részecskék száma. És ehhez, hogyha ezt csökkenteni akarjuk, egész egyszerűen be kell iktatni a belső térbe, el kell helyezni egy olyan por és penészgomba és vírus és baktérium eltávolító készüléket, ami egyszerűen bekapcsolva, különböző fokozatai vannak, bekapcsolva átszűri magán a levegőt, és ezáltal csökkenti a mennyiségét azoknak a levegő részecskéknek, amik mondjuk allergiát okozhatnak, vagy zavarhatnak minket más módon, vagy esetleg tényleg penészet is alakulhat ki miattuk. Ennek háromféle fokozata van. Ez hallatszik is, hogy egy elég csöndes fokozat, de van azért erőteljesebb, egy 2-es és 3-as fokozat, az már azért jóval hangosabb. Tehát itt be lehet lőni azt, ami nekünk optimális, hogy egy folyamatos működést akarunk alacsonyabb hangon, vagy egy erőteljesebbet. Mindenesetre a dobozán is látszik nagyon jól, hogy miket tud megszűrni a baktériumok, vírusok mellett, ugye mai időszakban ez rendkívül érdekes és fontos lehet, a gombaspórákig. Ugye ez a penészvadászat sorozatban többször előkerült, hogy a lebegő gombaspórák mit okozhatnak, és ott különféle egyéb allergéneket is megszűr, különféle háziállat, szőröket, összetevőket, különféle port, pollent, cigaretta, füstöt akár, ugye itt a por, és ezek mind-mind azt mutatják, hogy a levegőből ezeknek a száma lecsökkenhet, tehát amikor elkezdjük ezt használni egy idő után, a mérések is azt mutatják, hogy csökkentettebb ezeknek a szennyeződéseknek a mennyisége. És ami nagyon fontos még a készüléknek az ionizáló tulajdonsága, ez azt teszi a belső térre, hogy negatív ionokat tesz a belső térbe, ezáltal az ott lakók, ott dolgozók gyorsabban tudnak regenerálódni, egy egészségesebb környezet lesz, illetve ebben a környezetben jobb lenni, jobb tartózkodni, tehát a munkavégzés minősége is javulhat, vagy az alvás, vagy a regeneráció hatékonysága is javulhat, de minden esetre egy egészségesebb környezetbe juthatnak, mindezt azzal, hogy egy olyan légtisztító berendezést alkalmaznak, amit különféle kapacitásra súlyt lehet venni, különböző négyzetméterre, légköbméterre, és akkor lehet tudni, hogy egy óra alatt mennyi levegő van áttisztítva, hát nyilván egy nagyobb irodaházhoz, egy nagyobb épület, ez egy egyel nagyobbat kell venni, vagy hát olyat, ami oda alkalmas, és akkor lehet nézni a szennyeződések számát, hogy változik, csökkent, tehát ez egy hosszabb távú dolog, persze nem egy másodperc alatt változik valami, de minden esetre egy folyamatos üzem, ez lehetővé teszi azt, hogy sokkal kevesebb olyan zavaró tényező legyen, ami mondjuk az allergiásoknak fontos, hogy kevesebb lebegő részecske kerüljön az arcukba, a szemükbe, a nyálkahártyájukra, és egy ilyen eszközzel ez könnyen megtehető, könnyen megoldható. Érdemes ilyet beiktatni a saját lakásunkba, és azt a légteret kezelni vele.